Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez a 21 Bitcoin podcast, mi az a Bitcoin című podcastja, 27. epizód. Szia Kata, szia Árpi, üdvözöllek titeket újra itt. Szia Anti, szia Árpi. Sziasztok. Hogy vagytok, hogy telik a nyár? Telik, tök durva, hogy már mindjárt vége, nem? Hogy augusztus 20-a van, és most kezdődött a nyár. Igen. Hát nyáron mindig szokta mondani egy barátom. Nyáron mindig meleg van. Például. Ezt ismerjük. Hát nem tudom ma, miről fogunk beszélgetni, meg még szerintem ti se, de majd valahogy haladunk, nem? Simán. Például Kata felvetette itt az adás előtti szünetben, hogy Nashville-ről egy kicsit beszéljünk. Ugye most volt ez a Nashville-i Bitcoin konferencia, és hát nem volt ott egyikünk se. Akkor mondjuk ezért, okos ezért tök hiteles dolgokat fogunk tudni elmondani róla, de videókat néztünk, úgyhogy azért valamiről fogunk tudni beszámolni. Nem? Ja, én csak itt a nézőknek mondom, hogy mielőtt elkezdtük a beszélgetést, mondtam a fiúknak, hogy csak hogy a hangulatomat megalapozza. Ezért megnéztem egy lelkesítő beszédet Alex Gladstein-nel, aki Nashville-ben egy ilyen keynote-ot tartott. Már felháborítóan indult egyébként maga a beszéd, ugyanis úgy kezdte Alex, hogy eltelt 15 év, és olyan prominens pénzügyi alakok, mint a Jamie Dimon, a Dimonnek hívják? Uh-huh. Igen, bocsánat. Nincs D a végén. És még sorolt egy pár ilyen nagyon prominens embert, akik a mai napig azt mondják, hogy pont a Jamie mondta, hogy a Bitcoin az worthless, a Warren, az öreg Warrennek ismerjük a híres mondását, hogy patkányméreg, meg nem tudom mi, és volt még egy pali, akit emlegetett, sem jut eszembe a neve, aki azt mondta, hogy hihetetlen, hogy 15 év alatt a Bitcoin még mindig nem tud egyetlen egy use case-t sem felsorakoztatni. Hát itt már idegben voltam. És hát akkor jön ugye Alex a maga higgadtságával, és hát nem tudom ki mennyire követi az ő munkásságát, ugye ő a Human Rights Foundation-nek a stratégiai igazgatója, Oszlóban székelnek, és hát egy emberi jogi aktivista, és ugye már itt valamelyik adásban citáltam, de most megmutatom, mert pont itt van, még mindig itt a könyv, ezt a könyvet, amit ő írt az IMF-ről. Ja, uh-huh. Ez. Igen. És ugye hát ebben taglalja az IMF munkásságát, amivel hát gyakorlatilag tönkre teszi azokat az országokat, ahol ő ezt az úgynevezett structural adjustment, tehát ez egy strukturális kiigazítás, hozzáigazítás, talán így lehetne fogalmazni. Malavit hozta egyébként a példájában Alex, ahol a Coucha, azt hiszem így hívják a valutájukat, amikor az IMF bejelentette ezt a nagyszerű programját, akkor egyik napról a másikra 44%-kal csökkentették a valutának az értékét, és nyilván lázadás tört ki, de okázba adták a malavi kormánynak, hogy ignorálják ezt a lázongást, majd elmúlik, majd megszokják. És ugyanakkor meg párhuzamba állítja minden mellé, hogy a malavi telekommunikációs cég nem tudom én hány billió dollárt csinált ebben az évben, ez egy 2024-es történés, amit ugyanúgy 44%-kal félbevágtak. Tehát, hogy az egy dolog, hogy a társadalomra rászabadítják ezt a hiperinflációt, ugye emellett tönkreteszik a meglévő gazdaságot és a meglévő resource-okat. És hát nyilván erre hozzá Alex a példát, hogy amennyiben az emberek bitcoinban kapják a fizetésüket, és a bitcoin akár elismert fizetőeszköz, de még csak nem is kell, hogy az legyen, elég, ha
birtokolsz bitcoin, akkor ez nem történhet meg veled. És aztán mindig így eszembe jut, tényleg nagyon ajánlom ezt a könyvet, és nagyon jó lenne ezt is lefordítanunk magyarra, mert iszonyatos példákon keresztül az csak egy dolog, hogy a társadalmakat hogyan teszik tönkre, de vannak nagyon jó esettanulmányai, például a Bitcoin magazinban közzétett esszék, ahol a bányászatot hozza fel, tehát hogy olyan helyeken, ahol nincs is áram, és nem tudom én, 25 év lenne az, hogy a kormányuk bevezeti az áramot, kiépíti az infrastruktúrát, és a többi. A Bitcoin bányászattal ezt hogyan csökkentették le, azt hiszem 3 évre? Tehát, hogy fantasztikus use case-ei vannak a Bitcoinnak, visszakanyarodva, ahogy elkezdtem ezt a kis monológot, és felháborító, hogy ezek az emberek, akikre egy világ hallgat, egy párhuzamos univerzumból szólnak, és mondják azt, hogy a Bitcoin egy értelmetlen dolog, meg egy scam. Tehát nem tudom megérteni, hogy tényleg ennyire ostobák, vagy pedig ennyire hülyének néznek minket, és gondolják azt, hogy mi nem látunk át a szitán. Hát szerintem inkább az utóbbi, nem? Én nem tudom, nem, egyszerűen nem tudom megállapítani, nem is kell, hogy én ezt megállapítsam, úgy gondolom, mert hogy maga a Saylor, visszatérve Nashville-i kínótokra, mond erre egy választ, ami számomra is elfogadható válasz, és valójában minden ember számára egy teljesen logikus és elfogadható válasz kell, hogy legyen, mert ő azt mondja, hogy hogyan lehetséges az, hogy a 21. században 20. századi technológiával operálunk, 20. századi pénzügyi rendszereket és eszközöket. Amikor itt van, minden technológia lehetőségünkre áll, a 21. században élünk, miért kellene hátrafelé tekingetnünk és tartani magunkat egy olyan rendszerhez, ami totálisan elavult, és minden sebből vérzik, és mindenki látja, és már tök régóta beszélgetünk erről, hogy mi kell ahhoz, persze ez egy elméleti kérdés, hogy felnyíljanak a szemek. Tehát amikor a német állam bitcoinokat árulgat, akkor mit várunk? És ez is egy milyen érdekes dolog, bocsánat, ezt is olvastam valahol, hogyha bűncselekményből származó, meg hát jogászként tisztában vagyok vele, bűncselekményből származó dolgot lefoglalnak, legyen az kábítószer, legyen az lőfegyver, legyen az bármi nagyértékű dolog, ezt nem szokták megsemmisíteni? Olyat már hallottunk, hogy mondjuk valaki eladta, lefoglalt 70 kiló kokain, egy állam. Most bocsánat, de mi az, hogy nem a német állam eladja a bitcoinokat? Nem tudom, az árvi rendőrség mellett dolgozik, úgy látom. Hülyének lennének eladni, nem? Jókat lehet búlizni abból. Hát ilyenkor nem úgy van, hogy elviszik megsemmisíteni, és akkor ott megsemmisül. Ja. Úgy szokták. De hogy ez nem egy valid kérdés? Akkor miért csinálnak a bitcoinon pénzt? Hát gondolom, ez a módja a megsemmisítésnek, tehát valójában a többit is lehet szerintem így semmisítik meg, nem? És az eurót meg felgyújtották, nem? Amit kaptak a bitcoinjukért. Persze, mert az könnyebb. Már értem. Hát a hamis papírpénzt. Ahogy azért már, hogy nem így van. A hamis papírpénzt gondolom, hogy megsemmisítik. Igen, a bitcoinnál szerintem meg van egy olyan szándék vele, igen, hogy ha a megfelelő pillanatban egyszerre eladják, akkor ugye talán egy kicsit betesznek ennek a decentralizált rendszernek. Ja, értem, tehát ők ennyire körmönfontak, hogy nem akarják persze mondjuk elégetni, gondolom, vagy beküldeni egy valetre, nehogy még az értékét ezzel feljebb vigyék. Uh-huh. Mert még szűkösebb lesz. Értem. Hát ezek a németek nem hiába. De nem látok a fejükbe. Csak én ezt gondolom most, hogy amilyen bármi ellenérdekelt, központosított hatalmi intézmények, meg vezetői gárdák vannak a világon, meg politikusi brancsok, szerintem most ők nagyon sok eszközzel ezen törik a fejüket, meg egyeztetnek is róla, hogy milyen nagy mennyiségű beszorult bitcoint lehetne még eladni, meg valahogy pánikot kelteni, hogy
hogy ugye megrecsenjen ez a decentralizált rendszer, ami időkérdése, hogy ugye még jobban elterjedjen, de ezt tudják azért halogatni, meg a reményeik szerint még lehet, hogy esélyt látnak arra, hogy mit tudom én, valahogy legyőzhetik ezt a békés forradalmat, amit ugye a Bitcoin képvisel, meg a mögé álló, csoportosuló ember tömegek így a világ különböző pontjairól. Ja. Egyébként szerintem pusztán más az érdekük. Tehát azért nem reklámozzák ezt a Bitcoin, mert a másik oldalon állnak. És ugyebár nem látunk a fejükbe, de azért a tettek nagyon jól leírnak mindenkit. Tehát, hogyha ilyen szinten ellene tesznek, akkor valószínűleg nem kedvükre, vagy olyan ötdimenziós sakkot végeznek, amiről még mi sem merünk álmodni. De ezt nem hinném. Hát szimplán ellenérdeke. Ellenérdeke. Hát keményen, persze. Tehát a fiat rendszerből be vannak betonozva, köszönik szépen, nagyon jól működik a pénz creation, a pénz létrehozás évtizedek, évszázadok óta, ugye itt a banking szektornak, és nem akarják ezt elengedni, hát én sem engedném el, de hát ezt nem. Gondolj persze bele. Nyilván, hát egyértelmű. Hát persze. Hát ez az eszközük, ugye... a tőzsde pszichológia az eszközük. Igen, jelenleg az egyik legjobb eszköz. Meg a kontroll, azért az fontos nekik. Tehát amikor be van dobva egy ilyen 5-10 ezer bitcoin, vagy több 10 ezer így a piacra, akkor nyilván leviszi az árat, és akkor azt meg lehet támogatni egy csomó ilyen kampánnyal, így a médián keresztül, ami szintén a zsebükben van ezeknek a pénz létrehozó érdekköröknek. Én úgy gondolom, hogy ez szimplán egy ilyen rendszer, amit így tudnak működtetni. Meg ez az érdekük. Te. Az ellenreklám a legjobb reklám. By the way. Hát, igen, mondjuk ez benne van, de azért ellenreklám. De hát kit izgat ez? Ugye a lakosságnak a 0,5%-a használja bitcoint körülbelül. Vagy hát én nem tudom mennyi. Igen, és ezért mondtam egyébként, mikor még megbeszéltük, hogy miről is beszéljünk, hogy egy kicsit emlegessük fel a szkemeket. Mert nem biztos, hogy szűken a bitcoinhoz kapcsolódik, ahhoz is kapcsolódik, de hogy annyira elterjedtek a mindenféle szkemek. Most csak egy hülye példát mondok. A héten valamelyik Facebook csoport, ahol ilyen márkás egyedi ruhákat árulnak. És nem tudom, nagyon régen léptem be a csoportba évek ezelőtt, soha nem vettem semmit, csak mindig feldobja a zsabzsát. És az elmúlt, nem tudom én, pár hónapban nagyon sokszor láttam, hogy nagyon sokan panaszkodtak, hogy átverték őket. Míg nem tegnap felfedeztem a posztot, hogy ez a csoport, de több mint 10 000 tagja van a csoportnak, tehát egy nagyon régi, nagyon nagy csoport. Bejelentette az admin, hogy hát a rengeteg átverésre tekintettel ő most bezárja ezt a csoportot, mert neki nincsen ideje ezzel foglalkozni, illetve ahogy láttam, nem is tudták kezelni, abszolút értetlenül álltak a dolog előtt, hogy ilyen dolgok előfordulhatnak. És én pedig többször akartam írni, de aztán mindig hagytam, inkább nem akartam belefolyni. Annyira naívak az emberek, hogy az valami felháborító. Tehát, hogy annyira könnyen átverhetőek, és különösen online. És azért jön ide a bitcoin, mert például Máltán mostanában van egy új ilyen elterjedt scam. Prominens személyekkel, politikusokkal, híres emberekkel, énekesekkel, szimpatikus emberekkel, hogy így mondjam, tehát nem ilyen érzelmeket felkorbácsoló emberekkel, akik mondjuk nagy visszhangot váltanak ki, hanem kifejezetten a társadalom nagy része által szeretett emberekkel raknak ki olyan szkemeket bitcoinra vonatkozóan. Például a múltkor volt miniszterelnök, akit itt Máltán nagyon imádnak, az volt a szalag cím, iszonyat clickbait, hogy a médiában mondta el
Joseph Muscat ezt a titkot, amire a Máltai Központi Banknak oda kellett szólni a telefonon a TV stúdióba. Nem volt ilyen nagyon hosszú a cím, de ez volt a lényege. És így rákattintok, mondom, mi az Isten ez? És olvasom a cikket, egy litánia, már az elej, az első bekezdés után már éreztem, hogy ez valami szkem lesz, mert nagyon ilyen körmönfonton így körüljárjuk, nem mondjuk ki a lényeget, már éreztem, hogy valami gyanú. És hát az lett a vége, hogy hát ő valójában bitcoinba fektette a pénzét, és ő ezért lett ilyen sikeres politikus, bla 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 bla. És aztán ilyet láttam utána a helyi énekesnővel, a helyi állatvédővel, nők, a helyi újságíróval, akit mindenki szeret. És utána a Times of Malta megírta, hogy már hány ezer embert húztak be, de egy olyan gagyi, tehát hogyha egy kicsit is újságolvasott, vagy tájékozott ember, vagy akkor azonnal le kell, hogy vágjad, hogy ez egy átverés, és basszus nem vágják le az emberek, és nem tudom, hogy és ez tök rossz a bitcoinnak abból a szempontból, hogy ugye állandóan összemossák a kriptovalutákkal, állandóan összemossák egyéb befektetésekkel, amit hogyha nem tájékozott az ember a témában, akkor abszolút készpénznek vesz. De várj, ebben mi volt a scam? Mert ha jól értettem, azt mondtad el eddig, hogy azért gazdagodott meg, mert bitcoinba tette a pénzét, de hogy nem mondtad hozzá. És utána hogy... ott van egy link, okay, amire én nyilván nem kattintok rá, hogy te is tudsz itt bitcoint vásárolni. És hogy itt vegyél, mert itt a tuti, így és van. Akkor ott és meg akkor... egy csaló oldal van. Gondolom, hát nem kattintottam rá nyilván, de vagy egy adathalász oldal, vagy egy oda visz, nem tudom, egy gagyi tőzsdére, vagy bármilyen magánszemélyhez, akivel utána elkezdődik valami félkommunikáció, fogalmam sincs, mert nyilván nem próbáltam ki. De mondok neked egy másik típusút is, amit nem olyan régen, egy-két héttel ezelőtt futottam bele, és azt is elképesztőnek tartom, hogy emberek ráírnak emberekre a Telegramon, és nem a gagyi Bécs-Ausztria, ahogy hívják, hanem egy konkrét állásajánlattal, egy konkrét külföldi cégtől, mint külföldön élő magyar, rád ír valaki, hogy hello Árpi, van egy jó állásajánlatom, nem kell csinálnod semmit, max adminisztratív munkákat, gyűjtögeted a számlákat, Excelben rendezgeted őket, és a többi. Viszont a te, elküldik a te bankszámládra a pénzt, amiből neked mondjuk kriptót kell venned, és a te bankszámládról kellene akkor ezt végrehajtani. És a gyanútlan ember, mit tenne, 300 eurót küldenek neki. Hát megcsinálja, hát miért ne csinálná meg. És minden héten küldenek neki 300 eurót, van, hogy 600-at is küldenek. Nem gyanús. Teljesen jó. Hát egy hulla pénzmosást lebonyolítanak öcsém bárkivel a Telegramon, mert azt mondják neki, hogy figyelj, a 300 euróból, nem tudom én, százatiét. És akkor így mellékesben ez egy otthonról végezhető munka. Szép. Érted? Ez jó, jól hangzik, és az ember belement, és végighallgatta, most nem akarok arról beszélni, hogy milyen úton, módon van erről tudomásom, nyilván a munkám révén, de hogy állok tátott szájjal, hogy embere, tényleg? És hát nyilván nem ez nagyon... Nem, de nyilván ez egy nagyon komplex dolog, mert nyilván rá van szorulva arra a pénzre, nyilván tájékozatlan, nyilván semmit sem érnek a felvilágosító kampányok, amiket az emberek torkán akarnak ledugni ilyen-olyan témában. És hogy mindig ilyenkor, én tökre kétségbe vagyok esve, mert mindig is első sorban valónak gondoltam az oktatást, de hogy vagy nagyon rossz a módszer, amivel az embereket oktatni próbáljuk, vagy az emberek abszolút nem fogékonyak, vagy természetünkből fakadóan, én nem tudom, de hogy mi lehet az oka ennek, hogy olyanról nagyon ritkán, sőt, még soha nem hallottam, hogy valaki azt mondta volna, hogy felismertem, hogy ez a scam, és hátat fordultam, és nem csináltam. Tehát, hogy mi az a pont, mi kell, hogy történjen valakivel, mert nem tudom, lehet már ezt is mondtam nektek, hogy nekem van konkrétan olyan barátnőm, aki jogász, együtt jártunk egyetemre, jogászként dolgozik,
És baszki, behozták. És befizet, 500 ezeret befizet. Mert azt mondták, hogy nem tudom, holnap utánra 4 millió lesz. Hmm. És elhiszi. Ha? Van erre megfejtésetek? Mi? Hát az emberek azért úgy látszik bepalizhatóak ilyen dolgokkal. Igen, szerintem a gyors meggazdagodásnak a reménye. Meg én olyant láttam hasonlót, amit most legutóbb mondtál, hogy gyorsabban megszedheted magad, mint mondjuk a bitcoinnal, hogy bitcoin kódnak hívtak valamilyen automatizált rendszert, ami megtalálja azt, hogy mikor kell beletenned, és mikor kivenned, és hogy azzal a szoftverrel, azzal tényleg napokon, heteken belül többször összeted a lóvét, és hogy ugye ez, hogyha valaki ebbe belekattint a Facebookon, akkor gondolom valamiféle vírus megkajálja az adatait, meg az ismerőseit, és akkor kiposztolja az ő nevében az adatlapjára azt a szöveget, mintha ő megírta volna. Igen. Hogy figyeljetek, az XY is meggazdagodott ezzel, először kételkedtem, de aztán kis pénzzel kipróbáltam, és tényleg bejött, és volt ilyen ismerősöm több is, akinek ez így megjelent frankon a honlapján, vagy mi a Facebook adatlapján, vagy az áramlatában, hogy ez becsúszott neki, és nem tudom, hogy pont mire és hogyan kattintott, de a lényeg az, hogy ott például, igen, azért arra figyeltem föl, hogy az egy kulcsmomentum volt, szerintem, hogy ennek Bitcoin kód volt a neve, és már van valami kapocs, ugye egy valós dologhoz, amit sok helyről hallhat az ember, hogy tényleg egy valós dolog, meg van mögötte érték, ugyanakkor meg ez jobb annál. Azt hiszem egyébként, hogy engem ezért zavar marhára, amikor a bitcoinra úgy hivatkozunk, hogy a bitcoin egy befektetés. A bitcoin nem egy befektetés. A bitcoin rohadtul nem egy befektetés. És hogyha ezt úgy használjuk, hogy a bitcoin egy befektetés, akkor nagyon könnyen ilyen csapdákba lehet esni vele. Mert igenis, a bitcoin nem egy befektetés. Aki arra használja, az egy befektető. De nem most ebbe jó belekevertem magamat, mert ha azt mondom, hogy bitcoiner, akkor egy ilyen felsőbbségi kategóriát próbálok kreálni, holott nem ez a célom. Aki a bitcoinra azt mondja, hogy befektetés, az nem érti a bitcoin teljes egészében, én azt hiszem, ezt így kimondhatom. Vagy csak egy szeletét érti. Igen. De nem erről az oldalról kell szerintem a bitcoint megfogni. Nagyon-nagyon sok tulajdonság közül egy nagyon apró tulajdonsága a befektetés jellege, de alapvetően én sohasem így tekintettem rá. Az elején se? Mert én például az elején nem. Nagyon. Én az elején pláne nem. Uh-huh. Figyelj, én tök sokáig én úgy voltam a bitcoinon, hogy a bitcoin nem ismertem venni. Tök sokáig nem volt bitcoinom, és úgy tanulmányoztam, hogy abszolút nem. És nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Ingyen kaptam egy csomó bitcoint a munkahelyemen. Így promóba, hogy játszatok, nézzétek, hogy lehet vele fizetni, meg hogy lehet küldözgetni, meg itt elmi. Legelőször akkor vettem, amikor 18 ezerről lezuhant 2000-re, így a szemem előtt a monitor. Így ültem, hogy bazd meg, most mi van? És így fogták a fejüket a főnökeim. Akkor nem mondom, most egy kicsit most veszek. Tényleg? Lássuk, mi lesz. Wow. Tényleg. Wow. Jó. Merész. Szerintem Márkos egyébként tésztem. Sokan jönnek bele ezért, mert befektetésnek gondolják, mert ugye mindenki azért a fiat világból jön. Tehát, persze, nyilván, és értem, és megértem, és nyilván megértem, tehát nem élek álomvilágban, tudom, hogy ez mekkora hívó szó, meg mekkora húzó szó, de ezen gyorsan tovább kell lendülni. Hát igen, de csak akkor tudsz, hogyha van igényed arra, hogy térképezt, hogy mivel állsz szemben, mivel van dolgod. Mert nagyon sok ember ugye megmaradott, hogy te mikor adod el, mennyini akarod eladni. Uh-huh. És ha azt mondod neki, hogy figyelj, én nem akarom eladni, és akkor így néz, mint egy hülyére, hogy meg vagy szorulva agyban, vagy miért nem akarod eladni. És érted? Tehát, hogy igazából ez az ember, aki így gondolkodik, ez csak befektetésként kezeli a bitcoint. Ezért és mondtam, hogy aki így igénytelen arra, hogy megértse, hogy mi a lényege. Nem?
Ezért mondtam ezt, hogy aki befektetésnek tekinti a bitcoint, az nem érti még teljes egészében a bitcoint. Igen. És egyébként ez is egy tök érdekes dolog, hogy jó, most akkor azt várjuk, hogy nem tudom, 100 000 lesz a bitcoin. És akkor, ha 100 000 lett, akkor azt várjuk majd, hogy 150 000 legyen. És akkor majd azt várjuk, hogy 200 000 legyen, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondod, hogy na jó, nekem elég bitcoin volt már az életemben, engem innen nem érdekel, 100 000 lett, eladtam, és csá. Hát sokan Vagy vannak hogy ez, így. és akkor jó, kiszel, van rajta egy jó hozama, és ennyi? Aha, neki ennyi volt az utazás, mert nem sajátította el azt a tudásanyagot, amit a bitcoin itt fölkínál, hogy az emberiség életében először van lehetőség egy ilyen pénzre. Na jó, csak tehát amikor nem lesz érti váltó, meg. Amire átváltott, hanem amikor nem lesz váltó, amikor nem lesz jelentősége annak, hogy hány dollár, vagy hány euró, vagy hány nem tudom mi, hanem egy bitcoin, akkor mi lesz a befektetése? Hát ugye ezt úgy mondják, hogy az a végtelen oszta 21 millió valamit Knut Swanholm bevezetett, de egyébként eddig holnap szerint... leszem, csak mondom. Igen? Ne felejtsük, augusztus 21, igen. Ja. Az originál. Ja, tényleg az Infinity Day. Infinity Day, bizony. Ez. Az Infinity Day. Mindenre van egy könyvem. Nekem is itt áll a polcrendszer. Mindenre elő tudok húzni egyet. Na szóval így visszakanyarodva erre, hogy ugye egy bitcoin egyenlő egy bitcoinnal, ez akkor lesz, amikor a fiat összedől kvázi, de azért előtte még egy jó hosszú hibrid periódusra kell szerintem azért készülni. Tehát a fiat nem fog így eltűnni, azért itt van több ezer év óta. Szerintem lehet, mi meg se érjük azt, hogy csak bitcoin legyen, sőt valószínűleg nem. De egy jó eséllyel egy olyan hibrid időszakba bele tudunk kóstolni, amikor így párhuzamosan futnak ezek. Tehát például ugye itt láthattuk El Salvador esetén, hogy ugye egy nemzetbe állt így mögé, tehát ő tartalékot képez. Tehát az is elképzelhető, hogy így a következő 5-10 évben megjelennek még államok, akik elkezdik tartalékként felhalmozni. És akkor ugye itt jön ez, hogy kinek mi a saját kis érzékenysége abban, hogy mikor ad el a bitcoinjából. Várjál, hadd fejezzem be, nem azért, mert az emberiség legjobb pénzétől akar megszabadulni, hanem azért, mert szeretne egy kicsit luxuskodni. Szeretne mondjuk venni egy házat, vagy egy autót, vagy egy olyan dolgot, amire azt mondja, hogy egész életében vágyott. Itt van például Peter McCormack, ugye egy csomóan elítélték, mert vett magának egy Aston Martint, még így évekkel ezelőtt. Nem tudom, hogy ismeritek-e a sztorit. És, de hát figyelj, egy foci csapatot. Meg egy foci csapatot, mindegy, hát ahogy nő a bitcoin, úgy váltja egy valóra az álmait, de neki ez tök fontos volt, és szerintem ez nem elítélendő, mert neki az életébe, ahonnan ő jött, egy ilyen pleb környékről, ott ez valami volt, és ez így beidegződött neki. Tehát mindenkinél megvan ez a személyes kis pont, hogy ő mit szeretne, és akkor igenis lesz egy ilyen játékszere. Tehát én nem ítélem el ezeket az embereket se, nyilván meg kell találni majd ebbe az egyensúlyt, meg nem kell elszállni. Nem? Nem ítélem el abszolút, sőt, egyet is értek ezzel. Most csak azon gondolkodtam közben, hogy Madeirán ugye ott volt a Peter McCormack, és pont tegnap kerültek ezen ügyébe, mostan adott a nagyobbik fiamnak egy foci meszt. Ja, igen, azt láttam. Meg nézegettünk itt tegnap fotókat, és pont tegnap került elém, hogy ott áll Félix-el átölelve, Peter McCormack. Tök aranyos. Nagyon jó fej volt, tök jó domátum. Ja. Na mindegy. Visszakanyarodva arról, vagy arra, amiről beszéltünk, nem akarok, inkább az abéli frusztráltságomat próbálom kifejezni ezzel a befektetéssel, hogy én például nem tűzi játékoztam, amikor elfogadta a SEC az első spot bitcoin ETF-et. Én szerintem ez nem volt egy örömünnep, vagy számomra, én ezt nem úgy érzékelem, hogy ez egy örömünnep, és hogy ennek annyira hú, de nagyon kéne örülni, hogy ez egy micsoda lépés az adaptációban. Szerintem nem az. Hát jó.
Igen, sokféle nézőpont lehet. Én is inkább arra hajlok, hogy mindig azt nézem, hogy meddig mehet a bitcoin, és meddig tudjuk védeni, meg meddig tudják a fejlesztői védeni, illetve azok az emberek, akik ebben vannak. És például, amit te is mondasz, hogy amivel bevezették ezeket az ETF-eket, ezzel egy csomó mindenre lehetőség nyílt. Tehát például ugye itt az amerikai pénzügyi jog védi ezeknek az elszámolását. Hát most nem azért, de pont nem ez ellen küzdünk. Tehát, hogy ne a jog védje, hanem mondjuk a fizika törvényei, mert a jog az úgy persze van, meg iránymutat, meg minden, de azért van egy pár iparág, ami ugye arra szakosodott, hogy ezt ne tartsa be. És akkor, és csak így elméleti oldalról súrolom, tehát most nem feltétlenül a bűnözés, hanem egyszerűen nem lehet betartani. Ugye itt vannak az államok, akik úgy költekeznek, hogy emberekre bízzák a büdzsét, és nem képesek betartani a büdzsét. Tehát ezért van mindig hiány költségvetésben. Ez egy tök érdekes dolog, amit mondasz, és itt vissza csatoltunk a szélorra, hogy a jog is ide tartozik, tehát a 21. századi viszonyokat próbálunk, 20. sőt, még annál is régebbi jogtechnikai megoldásokkal lefedezni. Tehát nem tudjuk ráhúzni a római jogot a bitcoinra, vagy a bármilyen ősi jogi keretrendszereket, fogalmakat nem tudjuk ráhúzni ilyen új típusú digitális megoldásokra. És egyébként tök röhelynek tartom azt is, hogy ugye te is elmondtad a kulcs szót itt az ETF-ek kapcsán, hogy a fogyasztók védelme. Mert ugye minden szabályozás, ami, és most nyilván nem csak a bitcoin, hiszen a bitcoin jelenleg is szabályozatlan. Tehát minden olyan kriptoeszköz, ugye így hívja a jog, kriptoeszköz szolgáltató szabályozása az úgy kezdődik, hogy a fogyasztókat kell megvédeni önmaguktól leginkább. De hogy például ez a nagyszerű Mika rendelet is, ugye, ami hatályba lépett már, és fokozatosan lép hatályba, ott ugye le van írva szó szerint, hogy a bitcoin nem esik a törvény hatálya alá. És ez nem lett így kihangsúlyozva, tehát nem tudom, hogy az emberek ezzel mennyire vannak tisztában, hogy tulajdonképpen itt mi is kerül szabályozásra, és miért kerül szabályozásra. Mert hogy a bitcoin esetében erre abszolút nincs szükség. Tehát, hogyha te érted a bitcoin, te érted a kódot, te konyítasz valamelyest a pénzügyekhez, és te teszel időt abba, hogy képezd magadat, akkor itt semmilyen jognak nincsen létjogosultsága, mert szükségtelen. Mert annyira tökéletes az architektúra, hogy nem kell jogi eszközökkel belenyúlni. Mert ott minden megtörténik, transzparens módon, visszafordíthatatlanul, amire két ember ott összejött, hogyha egy tranzakciót nézek. Semmi szükség egy jogszabályra. Hát igen. Csak hát ez nyilván, ez fáj elismerni egy jogalkotónak, akinek az a létjogosultsága, hogy jogot alkosson. És ha erre igen. Nincs szükség, akkor sajnos bye-bye. Igen, kipottyantották a rendszerből a fő elemet. És ugye ezért, így most így ide-oda ugrálunk, de például nekem ezért sokszor ugye az jut eszembe, amit itt mondasz, az ármanipuláció. Most így, hogy az államok miért adják ezt el. Azért, mert nem marad eszköz a kezébe. Tehát csak a pszichológiai eszköz marad a kezébe. Tehát az, hogyha olyan kampányokat épít föl, hogy az emberek igenis ne értesüljenek arról, vagy ha értesülnek, mindig negatív kontextusban. Erről. Vagy legalább legyen ott egy kis félelem nekik. Jaja. Egy kis drog, egy kis darknet, egy kis adatlopás. Terrorizmus. Ja. Egy kis terrorizmus. Igen. Minap volt egy tök jó videója, hogy is hívják, a Lynn Alden, azt hiszem, igen, hogy ugye a bitcoin annyira jól sikerült, hogy valószínűsíthető, hogy most majd a következő gazdasági válságot azért fogják így felépíteni, hogy olyan törvényeket tudjanak létrehozni, amivel a bitcoint ellehetetlenítik. Ez ilyen vicces kis felvetés volt.
De mindegy, ez is így hozzá nyúl ehhez a témához, ugye ez a félelemkeltés témájához, hogy mindig ezzel hozzák kontextusba a bitcoint. Na mindegy, nem akarok nagyon előre ugrani. Jó, érdekes téma egyébként ez is, meg érdekes téma az is, amiről beszéltünk, hogy talán érdemes lenne arról is beszélnünk, ami pedig a Universal Basic Income témája, hogy ez az általános alapjövedelem, univerzális. Igen, igen, így beszéltünk róla. Univerzális alapjövedelem. Most ez csak abból a szempontból jutott eszembe, hogy a jogalkotó ugye azért van, hogy jogot alkot. Az emberek meg általában úgy azzal definiálják magukat, úgy definiálják magukat, ami a munkájuk. Tehát, hogyha valakit megkérdezel, hogy figyelj, hello, beszél 5 percet magadról, vagy mondjál 5 mondatot magadról, akkor 10-ből, nem tudom, 8 ember azt fogja mondani, hogy Zsuzsa vagyok, tanár vagyok, nem tudom, Miskolcon születtem. És hogy mennyire veszélyes az, most csak abból asszociáltam, csak hogy mindenki értsen, hogy ez, hogy a francba jött ide, hogy a jogalkotó kezéből kihúzzuk a jogalkotás folyamatát, akkor nem lesz semmi értelme, és nem tudja majd önmagát definiálni. És hogy ez egy mennyire veszélyes dolog, ez a Universal Basic Income ebből a fajta megközelítésből, hogy ha azt mondod az embereknek, hogy nem kell dolgozniuk, ha nem akarnak, mert mindenki kap egy bizonyos összeget, ami fedezi a lakhatásukat, az étkezésüket, az egészségüket. Tehát gyakorlatilag a létfenntartásuk az biztosítva van. Hogy akkor mennyire kattannak majd be az emberek, hogy nem tudják magukat azáltal definiálni, hogy nekik mi a foglalkozásuk. Igen. És tök sok kísérlet volt egyébként ezzel kapcsolatosan, már jó pár éve mennek ezek a kísérletek. Sőt, hát azt hiszem, hogy az 1700-as években jött először ez a Universal Basic Income gondolat. Egy amerikai csávó fejéből, Thomas Paine, azt hiszem. Jó, és ő azt mondta, hogy ja, no pain, no gain. No gain, no pain. És ő azt mondta, ami egy tök szép gondolat, hogy ugye a Föld az embereké, és akkor igazából nem nekünk kell dolgoznunk, hanem nekünk kell fizetséget kapnunk azért, hogy lemondunk arról a Földről, ahol mi éppen élünk, vagy gazdálkodnánk, vagy csak úgy léteznénk. Ez egy elég zavaros eszmefuttatás számomra legalábbis ettől a hapitól, de mindegy, ő akkor ezt így gondolta. Szóval visszatérve oda, hogy mennyi ilyen pilot program volt, és mennyi ilyen kísérletet végeztek, és a legutóbbi az egy 2020-as eredmény volt, amiről olvastam, Finnországban csinálták ezt a kísérletet. Jó sok hülyeséget leírnak, meg tök érdekes dolgokra rájönnek. Az egyik érdekesség például az, hogy nőtt a foglalkoztatottság aránya, tehát több ember jött rá arra önmagától, hogy szeretne valamit kezdeni magával. De ami számomra tök fontos benne, és ezt már régebben olvastam, és azóta is tök sokat gondolkodtam már rajta, hogy kicsit spirituális vonal, hogy ugye az emberek csordába terelése, az emberek energiájának elvétele, vagy rezgésének lenyomása, ugye mindeszköz arra, hogy nagy tömegek manipulálhatóak legyenek, problémákat kreálnak felsőbb szinten, amivel elfoglalják úgymond az embereket. Meg ugye vannak ezek a klisék, hogy azért dolgozunk, hogy dolgozhassunk, és közben nem élünk, bla bla bla. De hogy a kutatás arra is kiterjedt, hogyha mondjuk ott van egy csomó idő, felszabadul az az idő, amit munkával töltesz. Hogy az egyfajta ilyen spirituális ébredésre késztethetné az embereket, és hogy letörhetnénk az igákat. És hogy többet foglalkozhatnánk saját magunkkal, egy belső útra készteti az embert, ahelyett, hogy ezzel a rengeteg zajjal törődne, ami megőrít, engem is megőrít, borzasztóan megőrít, a sok információ, a sok minden. Ha csak egy napot nézek, csak a saját családommal, és egy tök nyugodt életünk van,
és nem egy nagyvárosban élek, egy New Yorkban, vagy mondhatok egy Budapestet is, ahol állandóan búgás van, meg alapzaj, meg morajlás, hogy mennyire elveszik a fókuszpontot az emberektől. És hogy itt jön bele nekem a képbe a Bitcoin is, hogy tök jó lenne, ha lenne időm, még több időm, mondjuk azzal foglalkozni ténylegesen, amit szeretnék, és hogy tényleg akkor lehetnének olyan csomópontok, olyan kis közösségek, ahova oda lehetne menni, fel lehetne térképezni egymást, el lehetne kezdeni szervezkedni egy újfajta közösség irányába. Tudom, ez tök utópia, meg én egy álmodozó vagyok, mindig is az leszek. De ez egy lehetőség. Ugye ez a pozitív oldala Universal Basic Income-nak, mert azért van nagyon sok negatív oldala is, és nyilván az, amire ők akarják, azt nem tudom, kik az ők, de nevezzük őket őknek, hogy annyi rosszat láttunk így az elmúlt időszakban szerintem a világban, hogy abszolút semmi okunk feltételezni azt, hogy ők jót akarnának nekünk. Aha. Igen, én is szoktam ezen gondolkodni, kik az ők, de igazából szerintem csak olyan érdekcsoportok vannak, akinek sokszor egybeesik az iránya. Nem? Az érdeke. Tehát, hogy ezek mentén nem is az, hogy szerveződnek, hanem mi ezt úgy látjuk, hogy szerveződnek, de igazából ez csak egy ilyen kormányzó ereje ennek, hogyha ha nagyon sok incentíva egy irányba mutat, akkor így felfedezed azt, hogy mi lehet itt a mögöttes érdek, és akkor ennek ezt így meg akarod testesíteni, hiszen ember vagy, és így alap koncepcióban mindig így azért így mindig így megtestesítünk valamit, nem? Na mindegy, érdekes, amit mondasz, mert ugye így az alapjövedelem akkor mégis lehet egy öngól is, még nem ismerjük a kimenetelét, tehát így a rendszer szinten, nem? Hiszen én egy csomószor ugye az van, hogy az emberek az erőforrásaikat nem tudják használni, hiszen le vannak terhelve. És ha használnák, akkor bizony nagyon nagy mértékű lehetne az ébredés abban, hogy tulajdonképpen minek robotolnak. Nyilván azért, hogy elfoglalják magukat, de nagyon sok ember nem azt végzi, amit szeret csinálni. Hát és innentől egy teher neki az egész munka. Holott, ha meg lenne neki az a lehetősége, hogy azt csinálja, amit szeretne, akkor onnantól kezdve nem is lenne munka, hiszen azt mondják, hogy amit szeretsz csinálni, és ha egyszer rájössz, hogy mit szeretsz csinálni, akkor soha többé nem kell dolgoznod. Mert, hát jó, csak tudod, közben ott van a szabad piac, meg a kereslet, meg a kínálat, tehát hogy igen, az optimális esetben tök jó, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret, és akkor ez nem munka, csak lehet, hogy a kutya nem kíváncsi rá, mert te lehet, nem tudom, ágakat szeretsz reszelgetni Y-alakra, csak nincs rá igény, érted? Uh-huh. Hát egy kicsit megborítja a gazdaságot. Hát meg, az biztos. Elon Musk ugye nagy barátja és pártfogója nagyon a Universal Basic Income-ot. Meg volt az a nője, az énekes lány, Grim Ace, vagy mi a neve? Akitől van valamelyik gyereke, XYZ. Na mindegy, nem akarom. Legfiatalabb, igen. Kifigurázni őket, csak tényleg nem emlékszem rá. Na mindegy, ez a csaj mondta, hogy az AI-jal a tökéletes kommunizmust létre lehet hozni, iszonyat nagy visszhangja volt. Letárpi, te olvastad, mert tudom, hogy te rajongó vagy. De nem a Grimes-nak voltam rajongója. Na Grimes, na nem Grimace, hát, hanem Grimes. Talán úgy kell ejteni, nem a... tudom. Nem ismerem, nekem eleve ijesztő volt már a kinézete is. Igen, igazad van, maga nő. De szerint én az Elontól hallgattam edgy. Sok évvel ezelőtt egy beszélgetést a UBI-ról, és akkor ő úgy emlegette, hogy szerinte egy ponton túl muszáj lesz bevezetni, mert muszáj, ugye a mesterséges intelligencia ugye egyre több munkát elvesz, és hogy az embereknek valamiből meg kell tudniuk venni a kenyeret, meg kifizetni a villanyszámlát, stb. És igen, ő is fölhozta már akkor, de ez tényleg jó pár évvel ezelőtt volt, és talán pont egy World Economic Forum interjú volt sok évvel ezelőtt vele, akkor még ő is oda dugdosta az orrát. És akkor így megkérdezte tőle, valami arab figura készítette vele az interjút, vagy nem is valami kérdés. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy ő is behozta ezt a fonalat, hogy baromi fontos lesz akkor, hogyha az embereknek nem lesz munkája, de pénze van, hogy jó, de mit kezdjek akkor én magammal?
és hogy van egy csomó ember, igen, akinek valószínű, hogy érdemes lesz akkor egy olyan célt vagy tevékenységet oda tenni az orra alá, amivel tud azonosulni és lelkesedni érte. És ugye az Elonnak egyértelműen ez a Mars kolonizálás, és hogy meghódítjuk az űrt, és hogy ő ebben érez egyfajta ilyen küldetéstudatot is, hogy akkor ő ezzel majd segít azoknak az embereknek is, akik nem érzik azt, hogy miért érdemes lelkesedni, mert hogy tessék, itt ezért lehet lelkesedni. Ami egy speciál, nekem tetszik az, hogy ő ennyire tesz ezért, meg hogy van egy ilyen baromi fontos célja, de ez engem nem különösebben izgat. Na mindegy, szóval így a UBI kapcsán így meg ha behoztad az Elont, de nem tudom, ez a Grimes a tökéletes kommunizmussal mit is akart. Biztos ezt ők ketten megbeszélték Elonnal valami, hogy hívják, családi összejövetel alkalmával. Nem, a csaj csak azt mondta, hogy mivel itt van az AI és olyan technológiák állnak lehetőségünkre, mivel gyakorlatilag a világ összes problémája megoldható lenne, most jött el az idő, hogy a tökéletes kommunizmus, a teljes egyenlőség megvalósulhasson. Hát ő ezt szeretné, hát most lelke rajta. Csak érdekes volt, mert nem tudtam, hogy tud beszélni. Na mindegy, ez meg gonoszság volt a részemről. Két dolog is eszembe jutott, erről a 2000, a World Economic Forumról, amit mondtál, hogy ugye talán ezt is említettük a múltkor, vagy én említettem a digitális állampolgárság kapcsán, hogy a World Economic Forumnak volt egy ilyen nem tudom én hány pontos szösszenete, hogy 2030-ra milyennek képzeli itt a kis életünket. Iránymutatása. És képzeljétek el, hogy tegnap este felmentem a World Economic Forumnak az oldalára, hogy újra áttekintsem eme dicsőséges pontokat, és error van. Page not found. Olyan. Tehát úgy tűnik, és aztán elkezdtem keresni több oldalról is, próbáltam linkekre vadászni, hogy oda irányuljak. Lefújták. Lefújták a világkommunizmus. Nem lesz semmi 2030-ra, itt maradunk a szarban. Nem húznak jönnek megmenteni minket. És ezzel kapcsolatosan meg van még egy tök érdekes dolog a munkaerőpiac kapcsán, és itt a Universal Basic Income és a többi. El fogom majd nektek küldeni ezt a videót, mert baromi érdekes, ezt is egy pár évvel ezelőtt találtam már, egy német Hapsi egy TED Talkon beszél erről, hogy 2030-ra milyen óriási számú nyugdíjas életkorú lakosság lesz egész Európában. És egy egész hosszú beszéd, tényleg baromi érdekes, minden perce, tényleg elküldöm, hogy nézzétek meg, levezeti a boomerektől az egyes európai országok munkaerőpiacát és iparát nyilván, hogy hol, mikor volt szükség nagyobb munkaerő. Ugye emlékszünk mi is 90-es években Magyarországról is tök jellemzően mentek építőiparba dolgozni, Németországba emberek. És ugye mindig megvoltak ezek a tendenciák, ha csak a mi saját életünket nézzük. És akkor ugye ennek az a következménye, vagy hát a természete, hogy a boomerek nagyon sokan voltak, ugye akkor volt a legmagasabb a népességszám, és hogy 2030-ra Magyarországon is majdnem 3 millió nyugdíjas korú ember lesz. És sokkal kevesebb a fiatal generáció, tehát számszerűleg. És hogy ez micsoda problémákat fog generálni, és ugye érdekes kérdés a migráció, tehát hogy miért történt ez, hogy miért hívták be az európai államok kezdetben a harmadik országbeli munkaerőt, mert konkrétan szükségük volt rájuk, mint egy falat kenyérre. Itt is ezt látom egyébként, meg mindenhol, ahol eddig voltam. Nem akarom behozni ezt a témát, de a Universal Basic Income-ra és a munkaerőpiacra összefüggésére ez egy marhára érdekes vízió, vagy hát nem is vízió, hanem egy előrevetítés, mert ezek ténykérdések. Tehát nyilván nem fog több ember születni és gyorsan-gyorsan felnőni. Tehát, hogy azért itt elég komoly demográfiai problémák lesznek Európán belül, az egyéb problémákon kívül is. Igen, sajnos.
Hát ez van. Ugyanakkor meg a problémák mindig arra sarkalnak minket, hogy keressük rájuk a megoldást, és olyan hát igen, dolgokat és kitaláljunk, ami addig nem volt. És lehet, hogy az AI tényleg erre megoldást tesz, mert ugyan nagyon sok ember munkáját elveszi, viszont nagyon sok új munkát generál. Biztos. És lehet, hogy nem is lesz annyira nagyon sok ember, akinek erre nagyon sok munkára szüksége lenne, amit majd elveszíthet. If you know what I mean. Hát a gazdaság, ugye a fiat gazdaság többsége így is egy nagy buborék fújó. Tehát igazából ilyen virtuális munkák vannak. Nem? Ha megnézed, nem olvastátok hogy a Bitcoin magazinban ezt a Degrowth Economy with Bitcoin című cikket? Még nem, de miféle? Hát pontosan erről szól Degrowth, tehát visszafelé fejlesszük inkább a gazdaságot egy Bitcoin standarddel, ahelyett, hogy mesterségesen fújnánk. És nyilván ez óriási lemondásokkal jár kezdetben, és kompromisszumokkal, de hát a low time preference, tehát az alacsony idő preferencia, mint zászlós hajó, ugye vezeti ezt a növekedést, ami egy csökkenés valójában. Csak a növekedést, ezt ugye nem mindig GDP-ben kell mérni, meg százalékokban, mert az nem feltétlenül növekedés. Tehát valahol növekedés. Lufifújás. De az lufifújás, így van, és nem egy value, egy értéknövekedés. Uh-huh. Csak hát nyilván meg kell határozni, ezért szükséges újra szervezni a társadalmakat, és egy újfajta értékmegállapítást alkalmazni, vagy közösen meghatározni, hogy mi az érték, és nem felülről rá. Nem felülről, igen. Így van. Hogy hát figyelj, akkor ugye ez az érték, és te meg ez vagy, és így kúsz, és csinálod. Nyilván most ugye azért megvan ez az irány, hogy föntről is kívánják meghatározni, de ugye ez univerzális törvény, hogy ennek lesz egy ellenereje a lentről meghatározni kívánók ellenállásra. És akkor majd itt lesz valami kis katyvasz. Ja, de ugyanakkor nem? Meg ez is tök ilyen éles ellentmondás még így bennem is, hogy kell ez egyáltalán az embereknek. Hogy annyi emberen látom, hogy annyira jól érzi magát, ja, annyira persze. Nem szükséges neki a megváltás. Ja, hogy nem, nincs szükség az önállóságra, hanem aha, igen, csak mondják igen. Meg, hogy mitől igen. Lesz jó neki. Hogy, és ez, amit mondasz, hogy valójában arra van szüksége, tehát igenis vannak olyan emberek, nem kell mindenkinek függetlennek lenni, mert valaki nem szeret független lenni, és nincsen ezzel se semmi gond. Igen. Csak hogy sokszor érzem magamon is elsősorban, nyilván magamat figyelem, hogy azt gondolom, hogy miért akarom én megmagyarázni ennek az embernek, hogy neki ez nem jó? Hát tisztán látszik, hogy neki ez jó. Most akkor én ki vagyok én? Hogy jövök én ahhoz, hogy én azt mondjam neki, hogy figyelj, te hülye vagy, mert ez a rendszer, ez szar. Mert ő ezt nem így gondolja. Hát de ő nem is néz most minket. Nem? Nem, biztos, hogy nem. Csak hogy... Max véletlenül. Hogy ilyenkor azért egy picit el szoktam keseredni, hogy lesz ebből valami? Hát nem szabad feladni, szerintem. Sose fogom feladni. Nem, nem az a fajta vagyok. Ja. Szerintem ez tipikusan egy olyan téma, mint például akár az önismeretre való törekvés, meg a spirituális útkeresés, hogy szerintem ezt a gazdasági, meg világmegújulási témát is olyan emberek találják meg, akik ebben keresnek, és izgatja őket, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, és igen, ez általában egy szűkebb réteg, és igen, kívülről meg nem lehet meggyőzni az embereket arról, hogy figyeljetek, nektek föl kéne ébredni, és észre kéne venni, hogy előrébb is lehet gondolni, mint a mai nap, vagy a holnap, vagy hogy komplex dolgokat érdemes lenne megtanulni, átlátni, még akkor is, hogyha kemény meló, és ezt az esti filmnézés meg sörözgetés helyett lehet választani, akkor igen, tökre megértem, hogy egy csomó embernek ez nem kikapcsolódás továbbképezni magát önszántából, úgyhogy senki nem fizet érte ráadásul.
Tehát, igen, de szerintem, tehát én ebből a szempontból optimista vagyok, hogy még attól is, hogy ez egy szűk réteget érdekel egyelőre, de szerintem egyre több ember, csak hát igen, ez nem robbanásszerűen fertőzzük meg egymást, hanem igazából ez nem is fertőző, hanem csak ott van az információ, mint ahogy ezt a podcastot is ugye kitesszük a netre, aztán hogy kinézi meg, azt nem tudjuk befolyásolni, de legalább ott van, és akit ez érdekel, az lehet, hogy rákeres, és akkor a YouTube algó, vagy akármi az orra elé teszi, és talán végignézi, de igen, ez is szép lassan biztos valami hatást elérünk vele, szimplán attól, hogy ezt így csináljuk, meg van. De aztán, hogy igen, ez pont mikor, mi történik általa, azt meg nem tudom. Csak így bízom benne, hogy pont jó embereket pont jókor megszólítanak olyan mondatok, amiket pont úgy éreztünk, hogy most már ki kéne mondani. Az csak a YouTube tudja befolyásolni, hogy kinézi meg. Meg az AI, nem? Azért vetődnek fel bennem ilyen dolgok, mert most nyár van, azért többet jövök-megyek, mert amúgy baromira izolált életet élek, tehát nem nagyon szoktam igazi emberekkel találkozni élőben. Jól ott laksz. Mondhatni kő alatt lakok. Egy kövön lakok. Egy kövön maradjunk lak. Annyiban. Ezt így is mondják, nem? Igen. És hát most ugye azért többet utaztunk, meg suli szünet, meg bla bla bla, és hát nagyon lesújtó élményekkel tértem haza, megmondom őszintén. Nem szeretném kifejteni őket. Meg nem is, ez nem is egyfajta degradálás, hogy na, a külföldre szakadt haza látogat, és akkor utána jól leugat mindenkit. Na, abszolút nem erről van szó. Mert ez nem magyar, tehát nem nációhoz köthető dolog, amiről beszélek. De hogy nincs az embereknek idegrendszere foglalkozni mással a saját életükön kívül. Vagy én találkoztam most pont olyan, mert van, amikor meg csak olyan emberekkel találkozok, akik fú, de forradalmiak, de most valahogy úgy érzem, hogy annyira fáradtak az emberek, annyira elegük van mindenből, hogy semmiről sem akarnak hallani, kb. Csak hagyják őket békén. Hát ez a fiat rendszer feature-je, nem? Hogy úgy tartja a lakóit, hogy ne legyen energiájuk, és akkor igazából a kontroller bármit megtehet. Úgyhogy hát ugye ezért bitcoinozunk mi, illetve hát ezért... Igen. Találtuk meg, mert láttuk ebben a kiutat, és ezért járatjuk a szánkat itt a bitcoin filozófiájáról, és nem azért, hogy mekkora jó investment, vagy mekkora befektetés, mert nyilván ugye a fiat rendszerben élő, tehát a mostani így a világban élő ember, akit így lehet így lefoglalni egy foci meccsel, vagy egy olimpiával, vagy egy bármilyen disztrakcióval, az annak lehet, hogy nincs erre még igénye, de majd lesz, amikor rájön arra, hogy amiért hajt, hogy egy kicsit több pénze legyen, az nem is feltétlen a pénz, hanem az a szabadság, amit pénzzel meg tud vásárolni majd. Tehát, hogy egyébként ezeket kellene először szerintem a fejekbe rendbe rakni, de hát, ahogy Árpi, te is mondtad, ez akkor tehető meg valaki számára, ha önmaga felismeri az igényt erre. Tehát amíg kielégíti őt egy ilyen Lutra album, vagy egy akármilyen disztrakció, egy ilyen elvonás, addig ez nem fog kifejlődni a fejébe, és nem tudja megfogalmazni. És addig nem is találkozik a bitcoinnal, és addig csak úgy fog vele találkozni, hogy lesz belőle sok pénzem, és így enged teret majd a sok szar kriptó shitcoinnak is, amikkel majd jól lehúzzák, és akkor ez egy ilyen ördögi kör. Na, de mindegy. Valakinek, de ez egy szűk réteg, reméljük. Igen. Mikor fogjuk ezt személyesen megvitatni? Mikor van a Bitcoin Miskolc? A Miskolc? Október 11-13, ugye? Jól tudom. Október 11-13. Most... Le is kell foglalnom a szállásomat. Megnyitod a honlapot, és akkor azt is megmutathatjuk azoknak, akik nézik is az adást. És akkor meg is osztom itt egy screen share-rel.
Mert ugye a YouTube-on meg a Spotify-on ott videóanyaggal is vagyunk. Igen. Tehát ez a bitcoinmiskolc.hu, itt lehet regisztrálni e-mail címmel, és akkor megkapjuk a híreket, hogy mikor lesz, ugye október 11-13 között Miskolc Tapolcán a Hotel Aurórában. Múltkor Feri elmondta, hogy milyen jó dolgokkal készül, de itt majd ki is jön, hogy mi lesz a program. Én már nagyon várom. Én is. Na, király lesz. Már nagyon izgulok. Fú, azt még el akartam nektek mondani kettő szóban, hogy képzeljétek el, iszonyatos női mozgolódás van. Van női 21 csoport, just for your information. Több különböző Telegram csoportban is benne vagyok. Őrült francia nők, német nők és angol nők gyülekeznek a kapuk alatt, és a héten láttam a 21-be is valaki bedobta iszonyatos állásdömping, meetup dömping, Németországban is lesz a Bitcoin Educator Academy, ami ugye Miskolcon volt, a Ferinél, amit a hogy hívják a srácot? Hirtelen akartam mondani a nevét. Dusán, köszönöm szépen. Tehát ő most Németországba megy ezeknek a nőknek a hívószavára. Úgyhogy nagyon komoly szerveződés van minden téren. Csak a női hallgatókat szerettem volna megnyugtatni, hogy nincsenek, nem vagyunk egyedül. És nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Miskolcra hány nő fog jönni. Tényleg. Nagyon izgatott vagyok. Nyilván feleségek jelen lesznek, de akik nem csak párkapcsolati meggyőződésből kénytelenek. Szeretik a bitcoint kötelezően. Igen. Ja, kíváncsi vagyok, hogy vannak-e olyan párok, ahol mondjuk a nő vitte bele a férfit a buliba, és nem fordítva zárt. Történt. Én egynek jelentkezem, és akkor lehet majd sorakozni. De rég dolog. Két hónap, se. 53 nap? Annyit láttunk itt az előbb. Ja, például számláló is van. De ki számolja. Ja. Árpi, te még szerettél gyerekem. Volna valamit mondani, hát, igen. Igen, mindjárt képernyő megosztással is rásegítek. A nyáron sokat foglalkoztam fordítással, annak is köszönhetően, hogy ugye a podcasttal most egy jó hónapig nem foglalkoztam. Fordítottam anyagot a Strike-tól, mert hogy a Strike-nak a honlapján, ugye akinek már az applikációját is többször mutattuk, meg beszéltünk róla. Az ő honlapjukon van egy nagyon jó oktatóanyag angol nyelven, amit egy pillanatra itt is bemutatok akkor már, hogy teljes legyen a kép, és ugye itt ilyen learn címszó alatt rengeteg cikket lehet olvasni angol nyelven. Azt vettem a fejembe, hogy ez tök jó lenne magyarul is elérhetővé tenni, és azért elkezdtem fordítani, és eljutottam egy olyan pontra, hogy most már 21 cikket ebből lefordítottam magyar nyelvre, és föltettem egy olyan honlapra, ami infláció.eu domain néven elérhető. Itt eddig is volt egy oktatóanyag, ez az adósság infláció teljes kép oktatóanyag, de emellé föltettem ezt a tanúi anyagot, amin belül a Strike-nak ez a 21 cikke érhető el, és akkor itt szépen ilyen struktúráltan meg lehet találni olyan cikkeket, mint például, hogy mi az a bitcoin, meg hogy működik a bitcoin, és rengeteg szempontból foglalkozik a bitcoin tematikájával, csoportosítva címszavak köré, amik ugye bitcoin, lightning, bányászat, piacok, pénz, meg hogy hogyan csináljuk, meg a felügyeletben is nagyon jó cikk van. Hát én nem mennék most a részleteibe, de ezek olyan cikkek, amik így egyedülálló, tehát hogy egymagukban is megállják a helyüket, tehát így fogyaszthatóak, pár perc alatt elolvasható egy-egy cikk,
és minden szövegben van kereszthivatkozás többi cikkre, vagy kifelé más honlapokra, és szerintem ez egy nagyon jó anyag részben kezdőknek, és olyan arcoknak is jó szerintem, akik már nem kezdők, de mondjuk angol nyelven foglalkoztak eddig a Bitcoin megismerésével. Például ez a mi ez az UTXO, ez egy baromi jó leírás szerintem olyanoknak is, akik már egy ideje foglalkoznak a Bitcoinnal. Itt részben jól megmagyarázza magát azt, hogy mi az a UTXO, és a UTXO kezelésnek is leírja egy egyszerű, de áttekinthető és lényegi módszerét. Szerintem baromi sokat lehet tanulni ezekből. Akinek van kedve magyar nyelven tanulni a Bitcoinról, még akkor is, ha már sokat tud, akkor kukkantson erre rá a leírásba. Oda tesszük majd ennek a linkjét, és akkor mindenki, akit ez érdekel, azt tud ezzel foglalkozni. Hát köszönjük, azért nem kis munka lehet. Vagy lehet. Hát igen, jó sokat el voltam vele, meg majd még jönnek ehhez még új cikkek is. De úgy gondoltam, hogy már így, hogy ez a 21 cikk, ez megvan magyarul, akkor ezt kiteszem a netre, aztán majd szépen apránként hozzá lehet még ezt azt illeszteni. Te meg egy könyvet mutatsz be? Ja, igen, én hoztam egy könyvet, hát nem kellett messziről hozni, mert itt mögöttem van egy polc, és csak onnan vettem le. Most egy kicsit így kommunistáztunk így közben, úgyhogy van egy, a Szveckinek egy könyve, nem tudom, ez így most látszik-e jól, ez az Uncommunist Manifesto, ugye létezik egy kommunista manifesto, azt a bitcoinerek annyira nem adják, úgyhogy mi ezt inkább ezt a másikat szoktuk így olvasgatni. Nem tudom, hogy ez magyarul elérhető-e, szerintem nem. Én az Amazonon vettem, itt van Szvecki és Mark Moss, ők írták, nem tudom, hogy látszik-e, majd mindjárt befókuszál. Homályoska. Mindegy, így se jó, mindegy. Majd bevágom a képét. Jó, ez egy nagyon jó kis könyv, itt leírja ugyanazt, amit még Marx leírt, csak a másik esetet, a fordítottját, tehát... Ezt így javaslom. Nagyon érdekes kis könyv, szerintem érdemes olvasni így. Ugye Szveckinek nagyon jó bitcoin könyvei vannak. Hát én nem tudom, csak ennyit szerettem volna, de ezt mondom, még azért hoztam, mert egy kicsit így más vonalon akartunk így indulni, de mindegy. Majd szerintem egyszer csináljunk olyat, igazából az opt-out-tal már erről egyezkedtünk valamikor hónapokkal ezelőtt, amikor így könyvekről beszélgetünk. Mert például engem érdekelne, hogy például miért ajánlatod ezt a könyvet, és hogy mi tetszett mondjuk neked ebben leginkább, de az biztos, hogy egy pár perces beszélgetésnél többet jó. Érdemel. Persze. Ez csak így tényleg ilyen említés szintjén. Na, hát ugye ez főleg így definiál dolgokat, meg leírja, hogy nekem nagyon megfogott, hogy ők hogyan közelítették meg, és tényleg teljesen ellen megy ebbe a mostani definícióba. Én még azt elmondhatom, a The Book of Satoshi című könyvet olvasom jelen pillanatban, hogy azt ismeritek. Tök régi könyv. Még 25 bitcoin volt a blokkjutalom, amikor híródott. Wow. És csak a Satoshinak az írományaiból van gyakorlatilag összeszedve a könyv, egy jó vaskos, egy 500 oldalas könyv, és akkor azok vannak megmagyarázva tulajdonképpen, hogy azt vajon hogyan érthette a költő. Egy Phil Champagne nevű csávó írta, sose hallottam róla, de nagyon jó könyv, tök jó stílusban íródott, meg tök érthető. Van ez a, nem tudom, ismeritek ezt a Script nevű applikációt. Csak könyvek, magazinok, e-bookok, ilyesmik vannak rajta. Ja, Scribd, ugye? Dénes Scribd, a vége. Aha, igen, Scribd, igen. És hát tök jó könyvek vannak, én nagyon régóta használom. És ott találtam ezt a könyvet. Csak érdekességként mondom, én számomra új volt, én sose hallottam róla. És akkor mindig így szerettem elolvasni őket, és most teljesen magához szegezett, mert tök jó. De ez jó ötlet könyvekről ez beszélni. Ez a könyves, egyszer. Igen. Léci, ja, de hadd csúszak majd be én is, mert persze. Rajta vagyok.
Király. Ja. Jó, mennyi időnél járunk szerintem, elbúcsúznék. Mm-hmm, túl vagyunk az egy órán, búcsúzzunk. Mm-hmm. Szerintem, hogy ja, folytatjuk. Úgy, hát, szevasztok! Szia! Mindenkinek köszönjük a figyelmet, köszi Kata, hogy jöttél. Én köszi, mindig jó. Is, hogy tök jó, hogy visszatértél, mert így most már sokkal színesebb lesz minden. Főleg a műsorok. És hát köszönjük a figyelmet. Majd egy hét múlva újra itt leszünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!